A mozdonyvezető kezeli a sorompót a 2007-ben bezárt, de teherforgalmat továbbra is bonyolító Kálkápolna Kisterenye vonalon. A kereszteződésekben csak így tud áthaladni a szerelvény. A szárnyvonal bezárása óta ugyanis nincs személyzet, aki kezelni a berendezést. A környékbeli falvak lakói félpályás útlezárással tiltakoznak, mert a közeli bányákból azóta közúton szállítják a követ. Ez pedig tönkreteszi az utakat és a házakat. A Kálkápolna Kisterenye szárnyvonalon 2007 márciusában szüntette meg a személyforgalmat a Kóka János vezette minisztérium. Azóta a teherforgalom is szinte megszűnt, csak követ szállítanak a Recski bányából. A sorompót viszont a masinisztának kell kezelni. Hányszor kell ezt eljátszani, Káli? Ötször. És mindig engedni, felengedni? Igen. A Fidesz választókerületi elnöke szerint a végleges megoldást a vasútvonal biztonságossá tétele jelenteni. Fénysorompokat kéne felszerelni, ennek persze a forrását meg kell találni. Ha az illetékeseknek nincs tippje, akkor én most úgy rögtön tudnám javasolni az egyéb közlekedési cégeknél a haveroknak kifizetett 100 milliós végkielégítéseket, mint forrást. A környékbeli 9 falu lakossága már 5 évvel ezelőtt is tüntetett a megnövekedett kamionforgalom ellen, de azóta sem történt semmi. Szerintük a térség szocialista országgyűlési képviselője Sós Tamás megyei közgyűlési elnök inkább a Hospinvesttel foglalkozik, mint a tarnamenti falvak elviselhetetlen teherforgalmával. Nagyon sokan panaszkodnak, amiatt is, hogy repedeznek a házak, és egyszerűen elviselhetetlenné teszik a közlekedés a település főútján. Kerékpárral, motorkerékpárral majd, hogy nem veszélyes közlekedni, itt fittyet hánynak a kresszabályokra, én azt gondolom, de telekből is biztosan lehet látni, hogy milyen sebességgel száguldoznak el a járművek ezen az úton. A települések lakói több helyen félpályás útlezárásokkal akarják kikényszeríteni, hogy a követ inkább a vasúton szállítsák el a Recski és a Kisnánai bányákból. Tiltakozásukat, ha kell, augusztus végéig folytatják.